Pécs TV hír összefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja önöket. Jó estét kívánok, július 11-e péntek van. Ma esti műsorunkban is beszámolunk a város legfontosabb híreiről, eseményeiről. Íme egy rövid előzetes a tartalomból. Veszélyessé vált két kertvárosi általános iskola. A szakemberek olyan elváltozásokat találtak az IMS szerkezetben, amelyek miatt kérdésessé vált, hogy szeptemberben megindulhat-e a tanítás. Az EKF program keretében megújul a Széchenyi tér is. A Pécs város központjának megújítása tárgyában kiírt tervpályázatban ma hirdettek eredményt. Itt a diplomaosztók szezonja, ma több száz egészségügyi végzettségű hallgató vehette át oklevelét az egyetemen. Az elsődleges statikai vizsgálatok alapján életveszélyessé nyilvánítottak két kertvárosi általános iskolát. Ennek fényében ezekben az intézményekben nem kezdődhet meg a tanítás ősszel. A város most gyors megoldást keres a kialakult helyzet orvoslására. Életveszélyessé vált két kertvárosi általános iskola. Ezt mondta ki az előzetes szakvélemény, amelyet az iskolaszolgálat kért három pécsi kertvárosi általános iskolára. Átadásuk után 20 évvel indokoltnak tartották statikailag megvizsgáltatni azokat az intézményeket, amelyek IMS technológiával épültek. Ezek a testvérvárosok terei, az Íj és Gyula és az Árpád fejedelem általános iskola és gimnázium. A szakemberek a három közül a két legkésőbb épült iskolánál, az Árpád fejedelem és az Íj és Gyula épületénél olyan elváltozásokat találtak az IMS szerkezetben, amelyek miatt a gyerekek biztonsága érdekében kérdésessé vált, hogy szeptemberben megindulhat-e a tanítás. Az Íj és iskolánál nem csak IMS probléma van. Több másodlagos épület szerkezetén is szerkezeti törést láttunk. Én magam, de hát ez az én hobbi szintű hozzászólásom, az enyém volna nem újítanám föl, én azt az épületet elbontanám. Valószínűleg az Árpád iskolánál a teljes szerkezeti felújítást végre kell hajtani, és bármi lesz az eredmény a testvérvárosok terének, annak is a teljes tartószerkezeti rehabilitációját rövid, belátható időn belül meg kell tenni. Ha az előzetes szakvélemény beigazolódik, akkor 1200 gyermek elhelyezését kell biztosítani a városnak iskola kezdésig. Amennyiben a testvérvárosok terei iskolát is veszélyesnek minősítik, akkor már 1800 gyermek oktatásáról kell gondoskodni. Az önkormányzat mindenképpen abban gondolkodik, hogy az osztályokat megbontatlan formában, ha lehetséges, kertvárosi intézményekben helyezzék el. Erre vonatkozóan egy tervet a humán főosztály készített. Reméljük, hogy a diákok délutáni tanítás nélkül délelőtti időszakban a hagyományos osztálykereteikben, iskolai szervezeti keretekben maradva oktathatók lesznek. Ez csak abban az esetben áll fenn, hogyha a kertvárosban lévő testvérvárosok terei általános iskola megmaradhat. Reménykedünk még ebben. Ezért kértünk egy opponensi véleményt a jelenlegi előzetes szakvélemény vonatkozóan, és amennyiben megtartható ez az iskola, akkor egy fokozott műszaki ellenőrzés mellett még szeptembertől ott oktatás van. Egyébként pedig hát más épületeket tudunk ajánlani a diákoknak. Az eddigi tárgyalások fényében az Anikó utcai általános iskola és a nevelési központ is hajlandó segíteni a helyzet megoldásában. A város jövő héten az egyetemmel is tárgyalásokat kezdeményez azokról az ingatlanokról, melyeket az önkormányzat adott a felsőoktatási intézménynek képzési célokra. Az elképzelés szerint ezeket visszakérnék, így biztosítanák a diákok és a tanári kar elhelyezését, hogy zavartalanul kezdődhessen meg ősszel a tanítás. Eredményt hirdettek a Pécsváros központjának megújítása tervpályázaton. A Széchenyi tér, illetve környékének átalakítását célzó pályázat bíráló bizottsága úgy döntött, első díjat nem ad ki, de a bírált tervek között a második díjas pályamunka alkotóit javasolta a végleges tervek kidolgozására. Az elképzelések szerint teljesen megújul Pécs központja. Az elmúlt évtizedekben sokat változott Pécs főtere, a Széchenyi tér. Szűk másfél év múlva azonban egy teljesen megújult közterületet találnak a város szívében a pécsiek és az ide látogatók, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán megújul a főtér és környéke több mint 22 000 négyzetméter területen.
A város önkormányzata tervpályázatot írt ki a terület megújítására. A Pécs 2010 Management Központ KHT-hez a megadott határidőig összesen 21 darab pályamű érkezett be. Hiányosságok miatt ezek közül 4 pályaművet kizárt a bírálóbizottság. A tervpályázat bírálata 2008. június 30-án és július 1-én zajlott, eredmény hirdetését július 11-én tartották. Mivel a bíráló bizottság szerint a mezőny legjobb terve sem adott maradéktalanul elfogadható megoldásokat, a testület első díjat nem adott ki. A szakemberek úgy döntöttek, hogy az S73 Kft. Tervezői által benyújtott második díjas pályamunka tartalmazza leginkább a tovább tervezés korrekt lehetőségét. Azért nem adtunk ki első díjat, mert az első díjas tervnek olyannak kell lenni, hogy na, azt úgy meg lehet építeni. Itt pontosan erről nincsen szó, viszont az adott mezőnyben ez volt az a terv, amit a bírálóbizottság a legjobbnak ítélt, és ebben a tervben láttunk olyan továbbfejlesztési lehetőségeket, tehát olyan fajta nyitottságot, ami a végső kialakítás szempontjából fontos volt. A bírálók szerint a pályamunka megfelelő mélységgel foglalkozik a tervezési terület egészével, megfelelő javaslatot ad a térsor funkcionális berendezésére, illetve gondolatébresztő térplasztikákat alkalmaz. Egy mindenképpen új típusú térhasználatot képzelünk, egy áramló teret, egy izgalmas teret, egy sokarcú teret, ami nem csak az EKF-et szolgálja kimondottan, azt nagyon jól tudja, mert egy-egy olyan elem megjelenik rajta, ami installatív jellegű, akár el is bontható, de egy olyan mai, de mégis a hagyományokat felvállaló Széchenyi tér, ami tényleg a 2010 utáni Pécsnek is nagyon reméljük, hogy egy vállalható és nagyon szép központja lehet. A bírálóbizottság döntése alapján a pécsi A+ építés stúdió tervezői készítették a harmadik díjas pályamunkát, emellett a testület további 3 pályaművet javasolt megvásárlásra, ezek mindegyikében van olyan egyedi elképzelés, amit a belváros tovább tervezéséhez a második díjas pályamunka szerzői fel tudnak használni. Egy élő, a város szívét reprezentáló, hosszú távra a város arculatát meghatározó teret szeretnénk létrehozni, amely egyben tiszteli azokat az épületeket, emlékműveket, hagyományokat, amely ezt a teret jellemzi. Pécsváros központjának megújítása, a közterek és parkok revitalizációja kulcsprojekt második, 6 milliárd forint beruházást magában foglaló ütemének legfontosabb programja. A jelenlegi tervek alapján a Széchenyi tér teljes egészében alkalmas lesz szabadidőeltöltésre, kulturális rendezvényekre, és nem pedig parkolásra, tömegközlekedésre fogjuk használni. Ennek keretében ehhez szervesen illeszkedve átalakul a Kossuth tér is, így egy magánberuházás keretében még garázs épül, és ezzel a kapacitással fogja megoldani a város tulajdonképpen a belvárosi parkolási igényeket. Az 1,6 milliárd forintos beruházás Európai Uniós pályázati dokumentációja és az ehhez szükséges engedélyezési tervek 2008 évvégére készülnek el, és még idén benyújtja a város a projekt EU-s pályázatát, majd 2009 márciusában indul a kivitelezés, és 2009. december 31-én kívánják átadni a megújult belvárost a pécsieknek, illetve elindítani a 2010-es LKF évadot. A nyertes tervet a Csészényi tér 2010-ben állítják ki július 27-éig, a többi pályaművet az LKF székházban tekintheti meg a közönség július végéig. A tubesi radart ellenző civilek a meccsekért mozgalom vezetői szerint a köztársasági elnök már nem az alkotmány őre és nem segíti a zöldeket. Ez a CMM szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében olvasható. A mozgalom vezetői azt írják, meglepő és érthetetlen, hogy a magát környezetvédőnek valló köztársasági elnök az országos területrendezési terv módosításáról, valamint a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházásokról szóló törvényjavaslatot aláírásával szentesítette. A CMM szerint ezek a módosítások sérthetik az állampolgárok egészséges környezethez való alkotmányos jogát, ellentétesek a közösségi jog vonatkozó irányelveinek előírásaival, erősen csorbítják az önkormányzatok önrendelkezési jogát és alkotmányossági aggályokat vetnek fel. Puskás Imre, a Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint kapuzárási pánik irányította a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntéshozóit, mikor csütörtöki ülésükön módosították az oktatási intézmények fejlesztési akciótervét, melynek értelmében 2009 és 2013 közti időszakra ütemezett forrásokat is előrehozták a jelenlegi pályázati időszakra.
Puskás Imre ezt pénteki rendkívüli sajtótájékoztatóján nyilatkozta. A DDRFT fideszes képviselői úgy vélik, politikai és nem szakmai döntés született, és egyértelműen elutasítják a tanács döntését. Horváth Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés szintén fideszes alelnöke hozzátette, nem sokára levélben fordulnak Bajnai Gordonhoz, az uniós forrásokat kezelő miniszterhez, és abban kérik a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntésének felülvizsgálatát. Bajba kerülhetnek ősztől az egyetemek, mert a képzések engedélyezését végző Magyar Akkreditációs Bizottság tömegesen utasítja el az intézetek szakindítási kérelmeit. A Pécsi Tudományegyetem nem képezhet magyar tanárokat, Szegeden nem indul angol tanári szak, az ELTE-n a kommunikáció és média jogképzés sem indulhat el jövőre, derült ki a Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumból. Györfi Zoltán, a Pécsi Egyetem sajtóreferense elmondta, a Pécsi Egyetemen valóban nem indul magyar tanári szak ősztől, viszont mind a magyar bölcsész, mind külön a pedagógiai szakot akkreditálta a bizottság. A referens hozzátette, jelenleg a MAB indoklását várják az egyetemen, a következő akkreditációs időszakban, azaz 2009-ben pedig újra megpróbálják elfogadtatni a PTE magyar tanári képzését. Júliusban egymást követik a diplomaosztók, pénteken a Pécsi Egyetem Egészségtudományi Karának 700 hallgatója vehette át oklevelét. Az egyetem életében évente két nagy esemény van. Az egyik az évnyitó, a másik az évvégi diplomaosztó. Pénteken ez utóbbinak lehetünk tanulni a Városi Sportcsarnokban, ahol a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán végzett mintegy 700 hallgató vehette át oklevelét. Én úgy gondolom, hogy a mi végzős diákjaink zömének megvan a munkahelye, és a jövőben egyre nagyobb lesz a kereslet irántuk. Reméljük, hogy Magyarországon is, meg külföldön viszont óriási. A végzettek között általános szociális munkás, ápoló, mentőtiszt, védőnő, csecsemőgondozó, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó és szülésznő tette le az esküt megfogadva, hogy szakmájához mindig hű marad. Az intézmény az egyetemi évek alatt biztosította a gyakorlati lehetőségeket diákjai számára, de az álláskeresésben is igyekszik megadni a maximális segítséget a végzős hallgatóknak. Egy külön irodánk foglalkozik ezzel a témával. Gyakorlatilag az informatikai rendszer felhasználásával azt gondolom, hogy a legtöbb lehetőség jól földeríthető és a hallgatók számára megmutatható. Az egészségügyben nagyon sok hiány szakma van. Az egészségtudományon belül mi hozzánk minden olyan tartozik, ami nem orvosi, de egészségügy. Azon belül vannak divatos szakmák, például a gyógytornászat, dietetika, és az összes többi lassan a hiány szakma körébe tartozik. Ma, amikor az egészségügy nehéz helyzetben van Magyarországon, mégis sokan választják azt a hivatást, hogy másokon segítsenek. Csak remélni tudjuk, hogy az egészségügyi szakemberek nálunk kamatoztatják tudásukat, és ezért megbecsüljük őket. Az autópálya építési munkálatai során össze kell hangolni a szállítást végző járművek közlekedését is. A forgalom irányítási kérdésekben a rendőrség is igyekszik segíteni, hogy ne legyenek fennakadások. A térségben folyó autópálya építésekkel kapcsolatban tartott egy fórumot a héten a Baranya megyei rendőrfőkapitányság, amelyre a beruházásban érintett cégek alvállalkozóit hívták meg, közölte Gál Jenő, a megyei főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője a Mediterrán Rádió Kék Krónikájában. A rendezvényen igyekeztünk a lakosok, a közlekedési hatóság, illetve a rendőrség elvárásait tolmácsolni az autópálya építésben és a szállításban résztvevő cégek felé, tette hozzá a rendőr ezredes. Gál Jenő közölte, főleg forgalom irányítási problémák merültek fel, emellett a szállító járművek műszaki állapotával, túlsúlyával és a sofőrök pihenő idejével kellett foglalkoznia a hatóságoknak. A rakomány sajátosságaival és a rakomány szóródásával kapcsolatban is megfogalmaztak elvárásokat az összejövetelen. Nagyon sokszor találkozunk por és sár felhordással, ami a meglévő utakon jelent problémát, főleg, hogyha esik az eső, és hát manapság azért ugye elég komoly zivatarok jönnek egyik pillanatról a másikra, és hogyha erre nem figyelnek, akkor az balesetveszélyes. Sokszor találkozunk például rosszul kivitelezett forgalomirányítással, amikor lezárnak egy-egy útszakaszt, és ezt jelzőrökkel biztosítják, vagy nem megfelelő az öltözet, vagy a viselkedésmód, vagy a
vagy a jelzés rendszer, amit ők használnak, tehát ezzel foglalkoztunk. A közlekedés rendészeti osztály vezetője kérdésünkre elmondta, a résztvevőktől ígéretet kaptak arra, hogy jobban ügyelnek a jövőben a hasonló problémákra, hiányosságokra. Nekünk ez fontos, hogy ne csak kint a közúton, mint hatóság a járművezetővel, hanem mint cégvezetőkkel és egyéb alvállalkozókkal is találkozhassunk, hiszen bizony egy-egy ilyen intézkedésnél nagyon sokszor azt veszük észre, hogy ugyan a gépkocsi vezetővel szemben kell eljárnunk, de nem ő a hibás. Tehát az, hogy az ő gépkocsijának a műszaki állapota olyan, amilyen a gépkocsi az a cég tulajdona. Aztán ha az ő gépkocsiján nincs ponyva, amivel letakarhatja a szóródó árut, akkor az általában nem a gépkocsi vezető hanyagsága, hanem nincs meg a ponyva, mert nem vásárolták meg, vagy elszakadt és nem pótolták. Tehát ilyenekre gondoltunk, és ilyen szempontból jó volt ez a fórum. $200 millió akart hamis számlákkal igazolni, és ezek alátámasztására alibi leveleket is készített egy pécsi székhelyű vállalkozás, ezért az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adócsalás és magánokirat hamisítás miatt is feljelentést tett a társaság ellen. Az APEC tájékoztatása szerint a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság ellenőrei utólagos bevallás vizsgálatot végeztek a számítástechnikai eszközöket forgalmazó és informatikai szolgáltatást nyújtó cégnél. Így fedezték fel, hogy a vállalkozás mintegy 900 hamis számlát szerepeltett könyvelésében, amivel 122 millió forint áfát és 80 millió forint társasági adót csaltak el. Elhalasztották a társaság a közérdekű adatokért, röviden TAKA, és a pécsi önkormányzat pénteken kezdődött perét. A civil szervezet, mint ismeretes, azért perelte be a városházát, mert véleményük szerint nem hoznak nyilvánosságra közérdekű adatokat. A TAKA kontra Pécs persorozat első napja péntek délelőtt kezdődött. A tárgyaláson a Pécs Holding ZRT leendő és volt igazgatóinak munkaszerződése, fizetésük és egyéb juttatásaik nyilvánossá tétele volt a per tárgya. Miután az alperesek kétségbe vonták, hogy ezek közérdekű adatoknak minősülnének, a bíró bizonyítást elrendelve elhalasztotta a tárgyalást. A társaság a közérdekű adatokért elnöke, Komlódi András a Magyar Rádiónak azt nyilatkozta, további perek is folyamatban vannak, az ősszel pedig precedensértékű ítéletek várhatóak. Fél tonna afrikai harcsával gazdagodott pénteken a Pogányi tó. Bőm László, a Pogányi Tavasz Horgász Egyesület halőre elmondta, ez évben összesen 2 tonna afrikai harcsát telepítenek a tóba 500 kilós adagokban. Az afrikai harcsa az egyik legnépszerűbb hal Pogányban, jól fogható, szálkamentes, és az íze is kiváló. A pénteki szállítmányban akadtak 8-10 kilós igazán szép példányok is. A Pogányi tónál idén is volt rekordfogás, ponyból egy 18,2 kilós, a múrból pedig egy 17,6 kilós példány akadt a szerencsés pecások horgára. A 3 éves gyerekek 5%-ának magas a vérnyomása és minden tizedik kicsi túlsúlyos. Az IDEFIX Európai Uniós finanszírozású projekt a gyermekkori elhízással és következményeivel foglalkozik. A program keretében most receptversenyt hirdettek, amire bárki jelentkezhet. Az Európai Uniós finanszírozású IDEFIX projekt résztvevői 2600 gyermek állapotvizsgálatát végzik el, összegzik és elemzik az eredményeit, majd 2010-ben megismétlik a felmérést. Az IDEFIX egy mozaik szó, ami magyarra fordítva a gyermekek táplálkozásának és életmódjának egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata és a kiskorban kialakuló, de tartós egészségkárosodások megelőzése. A projekt futamideje egyelőre 3 év, de a kutatók ezt csak a folyamat elindulásának tekintik. A cél, hogy a szülőkben tudatosítsák a gyermekük egészségének megőrzése érdekében szükséges lépéseket. A program keretében receptversenyt hirdettek, aminek lényege, hogy egy egészséges étel receptjét illusztrációval és egy érdekes ételhez kapcsolódó történettel együtt küldjék be a jelentkezők. Nem egészséges étel van, hanem egészséges étkezés. Tehát tulajdonképpen egy receptversenyt elindítani nagyon nehéz dolog, hiszen egyetlen ételben nem tükröződhet az étkezés egésze, azonban mégiscsak úgy kell ezeket összeválogatni, hogyha összemozaikozzuk, akkor kijöjjön az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás a kisgyerek szükségleteinek megfelelően. Vagyis, hogyha az óvodában, iskolában kapnak egy bizonyos fajta ételt, akkor a nap hátra levő részében azt kell a szülőnek kiegyensúlyoznia, kitölteni az üresen maradt helyeket.
Na most mi olyan recepteket várunk, amik, ha önmagukban nyilván nem is modellezhetik le a teljes táplálkozást, de beleilleszthetők legyenek egy olyan étrendbe, ami a kisgyerek egészséges, kiegyensúlyozott fejlődését biztosítja. Mind az egyik étkeztetője a szociális és iskolai óvodás vendégeknek. Megpróbáljuk az étlapot úgy összeállítani, hogy ez megfeleljen az elvárásoknak is, megfeleljen a hatóságok elvárásainak is, tehát meglegyenek benne azok a tápértékű anyagok, amik szükségesek ahhoz, hogy mindenki örüljön annak, amit eszik. Sajnos az anyagi lehetőségek nagyon korlátozottak. A nyersanyagra fordítható összegek elég csekélyek. Kizárólag Magyarországról vásárolunk. Zöldségárut főleg Szegedről és az Alföld környékéről megyünk hetente, a saját autónk a lényegesen olcsóbb és jobb minőségű, mint amit itt lehet kapni. Ebből, ami rendelkezésre áll nyersanyagra, pénz, abból itt nem is tudnánk ennyit bevásárolni. Az illusztráció lehet gyerekrajz, az ételről készült fénykép, de a szervezők annak örülnének leginkább, ha olyan képeket csatolnának a receptekhez, amikből kiderül, hogy a kisgyerekeket is sikerült bevonni az ételek elkészítésébe. Nekem például olyan élményem, amit soha el nem fogok felejteni, hogy egyszer kirándulás során tábortűzön sütöttünk palacsintát, és frissen szedett erdei szamócával töltöttük meg. Van-e valami élményszerűség, ami a gyerekek számára az egészséges ételt, a játékosságot és az örömöt összekapcsolhatja? A recepteket elektronikus úton az info@brokkoliklinika.hu címre várják a szervezők, vagy juttassák el a gyermekklinika területén lévő Idefix feliratú ládába augusztus 31-éig. 10 éves lett a Kézművesek Baranyai Egyesülete. E jeles alkalomból a szervezet tagjai néprajzi délután szerveztek Kispostavölgyben. Harmadik Kispostavölgyi néprajzi délutánját rendezte meg az idén 10 éves Kézművesek Baranyai Egyesülete. A szervezet 29 kézművese annak idején Zengővárkonyban fogott össze, hogy hivatalos formát adjon társaságuknak. 5 éve már annak, hogy a Kispostavölgyi kertbe költöztek. Évente 5 előadást tart az Egyesület, idén ez a harmadik. A témaválasztás minden alkalommal Pécshez, Baranyához köthető. A néprajzi délutánon egy példaértékű fazekasról, Kántor Sándor, Kossuth Díjas karcagi mesterről beszélgettek, aki a fazekasok társadalmában egyedüliként valhatja magáinak az elismerést. A híres néprajztudós Györfi professzor kérte fel egykor, hogy a 18. századból fennmaradt leírások alapján teremtse újra a Miskakancsót a Néprajzi Múzeum számára. Neki köszönhető, hogy népművészetünknek ez a különlegessége napjainkban is rendkívül népszerű itthon és külföldön egyaránt. A népművészet mestere is sorába is ő az egyes számú, és pécsi vonatkozása is van, mert amikor az inas évei után felszabadult, akkor egy rövid ideig a pécsi zsolnai gyárban volt korongos. Október 10-én lesz a születésnapunk, és ehhez kapcsolódóan október 3-án lesz egy jubileumi kiállításunk a néprajzi osztályon a Janus Pannonius Múzeumban. Arra készülünk most nagy erővel, de hát előtte még lesz 2 előadás itt a kertbe. Megyünk a mesterségek ünnepére is, képviseljük Baranya megyét és az egyesületünket. Az előadás mellett vetélkedő filmvetítés is színesítette az összejövetelt. Most pedig lássunk néhány program ajánlatot a következő napok kínálatából. Szombaton kezdődik a megyei Roma Folklór Fesztivál. A 2 napos program során az érdeklődők megismerhetik a cigány kézművességet, népviseletet, népi játékokat, meséket, hallgathatnak romani és magyar nyelven, és megkóstolhatják a cigány gasztronómia különlegességeit. A fesztivál programjából természetesen a zene és a tánc sem maradhat ki. Szombaton a pécsi Fürgelábak, a Jimba Nostru Táncegyesület, vasárnap pedig a bátai hagyományőrző néptánccsoport és a szintén bátai tambura zenekar szórakoztatja az egybegyűlteket. Vasutas napot tartanak szombaton. A hagyományos 58. alkalommal megtartott rendezvénynek idén is a PVSK pálya ad otthont. A vasutas nap szombat délelőtt, az ünnepélyes megnyitó után az LKF nagykövet pécsi vasutas koncertfúvó zenekar előadásával veszi kezdetét. A karate és hastánc bemutató mellett sztárok is szórakoztatják majd az egybegyűlteket. A rendezvényen fellép az Irigy Hónajmirigy, a Groove House és Tóth Veronika. És végezetül még egy programra felhívom figyelmüket, főként a blues és jazz kedvelők várhatják nagyon július utolsó hétvégéjét.
A harmadik nemzetközi Summer Times Blues és Jazz Fesztivált idén július utolsó hétvégén a pécsi szabadtéri játékokkal közösen rendezik meg a Káptalan utcai nagyszínpadon, ahol most is jártunk. Fekete Kálmán szervező elmondta, reményei szerint a Boniem koncerthez hasonló nagy sikert aratnak majd, hiszen annak is egyik főszervezője volt Trubics Zoránnal együtt. Az a nagy szerencseért engem is barátom a Trubics Zoránt, hogy 3 évvel ezelőtt Vidákovics Antól felkért minket arra, hogy színesítsük valami zenei programmal is a nyári szabadtéri játékokat. Így kezdődött el 3 évvel ezelőtt a Magyar Poprock Legendák és a Blues Jazz Fesztivál újkori történeteit Pécset. Hát ezen a színpadon 2 hét múlva, illetve július 26-án és 27-én lépnek majd színpadra a könnyű műfaj jeles képviselői. 26-án szombaton a Neoton Familia klasszikus zenekar nagyszabású koncertje lesz. Szerintem óriási buli lesz, nagyon sokan már készülnek rá. 27-én vasárnap 16 órakor pedig kezdetét veszi a 3. Summer Time Blues és Jazz Fesztivál. Budapestről, Barcsról, Győrből is érkeznek zenekarok. Természetesen a pécsiek is képviseltetik magukat, és a PMD is fellép a fesztiválon. Éjfélkor még egy pécsi új zenekar, egy feltörekvő sikeres banda, a 3. együttes is fellép, akik a már talán elfeledett progresszív jazz rock, folk rock stílusában mutatják be majd tudásukat. 27-én vasárnap este 6-tól éjjel 00-ig 7 zenekarat fergeteges koncertet. Híradónk végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén az év eddigi legmelegebb napjai köszöntenek ránk, akár rekord is dőlhet. Szombaton délelőtt a több órás napsütés hatására gyorsan melegszik majd a levegő. Délután a nyugati, majd az északi határszélen elszórtan rövid nyári zápor, zivatar alakulhat ki. A hőmérséklet csúcsértéke 30-35 fok között alakul. Vasárnap is forró időnk lesz, a több órás napsütést helyenként felhősebb időszakok szakítják meg. Megélénkül a déli szél, 31-37 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk. A Pont ma friss kiadásával pedig vasárnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!